Nemrég hármasikrek születéséről számolhattunk be a Józsa András Kórházból. Ők március 1-én születtek, még nem szerepelnek a KSH évelei adatgyűjtésében, mely szerint 6650 gyermek született csak januárban. 2023-ban összesen 85200-an látták meg a napvilágot hazánkban. Ez az adat több mint 3%-kal alul marad a 2022-es számokhoz képest. De hosszabb távon is érdekes tendenciát lehet tapasztalni. A gyermekvállalási kedvet leginkább a teljes termékenységi arányszám fejezi ki. Ez azt mutatja meg, hogy egy anya hány gyermeket hozna világra élete folyamán. Ez a mutató 2011-ben érte el a mélypontot, az akkor mért 1,23 százados érték, a valaha mért legalacsonyabb magyarországi termékenységi arány. Ezt követően 2021-ig folyamatos emelkedést láthattunk, a mutató érték ekkor elérte az 1,59 százados szintet, azóta pedig kismértékben csökkent. Az úgynevezett reprodukciós szint 2,1, ez lenne szükséges, hogy fenntartható legyen a népesség szám a teljes termékenységi arány növekedése ellenére a 2010-es években a születések száma mindvégig 90 ezer körül mozgott. Ennek az a magyarázata, hogy mindeközben csökkent a szülőképes korú, azaz a 15 és 49 év közötti nőknek a száma. Vagyis nőtt a gyermekvállalási hajlandóság. Ez ellensúlyozta a potenciális szülők számának csökkenését, a születések számát azonban nem tudta érdemben befolyásolni. Ezzel párhuzamosan folyamatosan emelkedik a gyermeket vállaló nők átlagos életkora is 2010 és 2022 között 28,2-ről 29,2-re nőtt. Az újszülettek egészségi állapotát az idő előtt kis súlya a született babák aránya mutatja a leginkább. Ez folyamatosan csökken, 2500 g Kisebb súlyjal 2023-ban az újszülöttek alig 8%-a rendelkezett. Hasonló adatok érkeztek Szabolcs-Szatmábereg vármegyéből is, itt azonban a teljes termékenységi arány magasabb az átlagnál, a szülőképes korú nők száma pedig csökken. 2010 óta közel 18 ezer fős csökkenést mértünk, de Magyarország egészével szemben itt növekedni tudott az élve születések száma. Míg 2010-ben körülbelül 5300 új szülöttet számoltunk a Vármegyében, ez a szám 2015-ben, 2016-ban, illetve 2020-ban és 2021-ben is meghaladta a 6000-et, az előzetes adatok szerint 2023-ban 5650-en születtek szabolcs vármegyében, azaz 1000 lakosra 10,7 élve születés jutott, ami jóval magasabb, mint a 8,9-es országos érték. A 2500 g-nál kisebb súlyúak születettek aránya 10% körüli, azaz kisebb, magasabb, mint az országos átlag, de itt is folyamatosan javul az érték.